Pénteken készültek ezek a videók a megye több pontján. A megyeszékhelyen rögzített filmkockákon jól láthatóak a jégdarabok, de több településről, így Nagyhalászból, Szamosszegről, Máriapócsról és Nyírkarászról is jeleztek néhány percen keresztül tartó jégesőt. A nyírkarászi videón jól látható, hogy a jégdarabok mellé özönvízszerű eső is társult, ami az utcán és az udvaron gyűlt össze. Egy Nyírbogdányban élő hölgy fotókat is készített a jégesőről, látszik a kertet, teljesen beteríti az apró szemű jég, az esővizet pedig nehezen tudják elvezetni a csatornák. Teljes az ajtóig vágott a jég, aztán mindenfele jobbra-balra fotót csináltam, de visszahúzódtam a lakásba, mert igencsak félelmetes volt. Elég jól csörgött. A hölgy azt mondja, mintegy 15 percen keresztül zúdult a jégeső a környékre. Ma délben arra lettem figyelmes, hogy nagyon el volt borulva az ég, és ez nagyon úgy nézett ki, hogy felhőszakadás lesz, és hát bejöttem a lakásba, és egy kis idő múlva csak arra lettem figyelmes, hogy egy nagyon nagy zuhé volt, és aztán egy kicsit elcsendesedett, és aztán körülbelül olyan pár másodperc, 5-10 perc múlva még nagyobb felhőszakadás esett, és itt jelentkezett a jég, cseresznye nagyságú jég esett. A jégverés a mezőgazdasági területeket sem kímélte. Az első falugazdászi gyors jelentések szerint nagyobb károkat a Kisvárdai és a Kemecsei járásban okozott, itt elsősorban a dohány és az almaültetvényekben keletkezett kár. Szinte az egész megyében a megszokottó nagyon mennyiségű csapadék hullott le rövid idő alatt. Nyilván ezek összefutottak, és azokon a mélyfekvési területeken megálltak, összegyűltek, és ha esztétikálé vagy akár a tavaszi vetésűek már ki vannak kelve, azokban kárt okozott. Azt nem tudni megmondani, hogy milyen károkat okozott, ugye, mert ha két-három óraszán belül levonult a víz mondjuk a kukoricáról, vagy napraforgóról, akkor nem okozott benne olyan károkat, hogy az kipusztulna. Ha további időszakra van úgy levegőt lezárva, akkor teljes kipusztulás következett be. Ez a sok csapadék sok helyen párosult jéggel sajnos, és mivel tudjuk köztudottan, hogy a mi megyénkben a gyümölcs termesztés nagy területet foglal el, így azokban nagy károkat is okozhatott, vagy a dohányra gondolunk, azokból is jelentette károkat. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint 16 esetben kellett a tűzoltóknak beavatkozniuk a nagy mennyiségű csapadék miatt. Nyíregyházán, Mátészalkán, Ópáiban, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Baktalórendházán, Petneházán és Nyírmadán elöntött pincéknél vagy a lakóházak közvetlen közelében összegyűlt csapadékvíz eltávolításához kérték a segítségüket.